Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk tények következő adásában, és a vendégem most újra Grandics Péter lesz, aki elég gyakran megfordul ebben a stúdióban, és mindig érdekes, inkább tabu meg titok a kategóriájába tartozó dolgokat hoz föl. Most a beszélgetésünknek az általános témája az, hogy milyen alapvető hibák vannak a mostani orvostudományban, a gondolkodásban, és mik erre a bizonyítékok. Péter biokémikus, főleg az Egyesült Államokban dolgozik, de az ideje egy részét itt tölti, és az immunrendszerrel kapcsolatosan vannak saját kutatási eredményei, egészen másként látja ezt a helyzetet, mint a kívülállóak. Péter, nem is nagyon húzom itt az időt, két adást tervezünk most fölvenni, többre sajnos ma nem futja a stúdióidő, úgy tűnik, de vágjunk is bele, hol kezdődik az orvostudomány egyes számú problémája? Köszönöm a meghívást, és tisztelettel üdvözlöm a kedves nézőket. A mai orvostudomány problémája tulajdonképpen 100 évvel ezelőtt kezdődött, amikor két vezető iparmágnás, John D. Rockefeller és Andrew Carnegie úgy döntött, hogy ők most új befektetési lehetőséget keresnek, és új marketeket a termékeik számára, és kinézték maguknak az orvostudományt, medicinát, hogy ez lesz az új terület, ahova be fognak lépni. Bevált? Tökéletesen bevált. Maga az ötlet az Rockefellertől jött, ő hivatalosan patikus volt, és abban az időben a patikusok készítették természetesen a gyógyszereknek a nagy részét, és ő tudta, hogy a betegség egy nagyon jó üzlet. És ő már akkor is egy hatalmas üzletember volt, ugye ő hozta létre a világ legnagyobb olajmonopóliumát. John D. Rockefeller. Ja, pontosan. És ő csak monopóliumba gondolkodott, tehát elhatározta azt, hogy létrehoz egy betegségügyi monopóliumot. És ebbe a betegségügyi monopólium úgy lesz megszervezve, hogy onnantól kezdve, hogy a páciens kopogtat az ajtón, egymással szorosan kapcsolatba álló és vertikálisan integrált rendszerbe kerül bele, ami őt viszi az egyik állomásról a másik állomásra, tehát lényegében tulajdonba akarta venni a betegséget, és így a pácienst is. És ebbe a rendszerbe senki nem léphet be, csak az, aki jóvá van hagyva, hogy itt tevékenykedhessen ezen a területen. Tehát a célja itt is volt, hogy létrehozni egy mondjuk egy egészségügyi monopóliumot, és ez tökéletesen sikerült is neki. Tehát az első célja az volt, hogy ez kiterjessze az észak-amerikai kontinensre, majd onnan az egész világra. És ez meg is történt. Na most ez nem volt egy egyszerű dolog, ugyanis abban az időben a medicina rendkívül fragmentált volt. Tehát elsősorban naturális terápiákat használtak, a gyógynövény alapú, a homeopátia, a aromaterápia, a különböző fizikoterápiák, sőt, már akkor megjelentek az elektroterápiák, hála Tesla munkásságának. És ebből a rendszerből akart létrehozni, nagyjából követve abba az időbe fellendülő amerikai tömeggyártás módszereit, hogy hogyan lehet teljesen regimentált, standardizált kezeléseket és protokollokat létrehozni, amit univerzálisan szét lehet teríteni. Na most ehhez természetesen teljesen át kellett alakítani az orvosképzést.
Most megbíztak egy Abraham Flexner nevezett úriembert, aki egy oktatási szervező volt, semmi köze nem volt a medicinához, de a testvére a Rockefeller alapítványnak volt egy főembere, és ő keményen nekiállt, és kidolgozta azokat az alapmódszereket, amik ma a mai orvosképzésnek az alapjai. A lényegében kidobtak mindent a meglévő természetes módszerekből, az minden ki lett dobva. A betegségeket létrehoztak egyfajta mechanisztikus szemléletét, tehát ami nem más, mint hogy az emberi szervezet egy masina, és ebben a masinában, hogyha valami fogaskerekek elromlanak, akkor cserélünk, olajozunk, már idézőjelbe, és akkor így módon meg tudjuk oldani a betegséget, de mivel nincs két egyforma betegség, ennek a hozzáállásnak természetesen megvannak a súlyos korlátai. Tehát a páciens egyedi szempontjai teljesen kimaradtak a képből. Na most mi kellett ehhez még? Kellett egy teljesen új farmakológiai modell, egy új farmakológiai paradigma. Tehát akkor, amikor gyógynövényekkel gyógyítunk, ugye ott vannak standardizálási problémák, meg az nem egy egyszerű és kontrollálható rendszer. Tehát itt jött a nagy ötlet, hogy vezessük be az egy aktív komponens tartalmazó gyógyszereket. Na most, abban az időben ugye a petrokémia hatalmas fejlődésnek indult, és Rockefellernek ez volt az egyik üzlete. Akkor már megjelentek az első petrokémiai alapanyagokból szintetizált gyógyszerek, ilyen például az aszpirin. Akkor indult be a nagy pályafutása. Tehát akkor jött neki a meglátása, hogy akkor minden gyógyszert alakítsunk át szintetikus verzióvá, mert ugye a monopólium létrehozása szempontjából egy gyógynövény nem monopolizálható, és a használata sem, de hogyha egy aktív komponensnek létrehozunk egy szintetikus analógiát, az viszont már szabadalmaztatható, és ilyen módon monopolizálható. Na most ennek a megközelítésnek az a volt a nagy hátulütője, hogy addig, amíg egy gyógynövényben az ott lévő aktív komponens nem okoz semmilyen mellékhatást, addig, ha azt kivesszük, és külön önmagába adjuk be, akkor teljesen kontrollálhatatlan és megjósolhatatlan mellékhatások következhetnek be. És ez be is következtek. Kb. Egy 10 évvel olvastam egy ilyen statisztikai szaklapot, amiben azt kutatták, hogy egy gyógyszer címkével hány mellékhatás van asszociálva átlagosan. És azt találták, hogy minden gyógyszer lébelen átlagosan 72 mellékhatással jön. Na most majd a prezentációm későbbiekben beszélek, hogy ezek a mellékhatások hogyan számszerűsítődnek halálesetek formájában. Mert ez is egy igen komoly probléma. De létezik olyan, hogy mit tudom én, egy ausztrál törzs nek a várható élettartamát összehasonlítják, mert ugye ők nem járnak orvoshoz, azokat össze lehet-e hasonlítani hasonló korú emberekkel, akik mondjuk Melbourneben, úgymond emeletes házban, civilizált körülmények között laknak. Tehát lehet így ezt összehasonlítani? Erre vonatkozólag nem láttam információt, de arra láttam, hogy például Amerikában ez az Amish vagy a Mennonita közösségek, akik ugye a régi
farmer életmódot követik, és kizárólag organik, tehát bio táplálkozást folytatnak, saját maguk termelik meg a táplálékukat, saját házaikban élnek, kis falusi közösségekbe, azoknak az élettartami adataik nagyon jók, és a betegség adataik pedig jóval alacsonyabbak a városi amerikaiaknál. Sőt, a gyerekeiknél például egyáltalán nincsenek jelen azok a neurodegeneratív, a neurokognitív betegségek, légzőszervű megbetegedések, amik az átlag amerikai gyerekeknél egy borzasztó nagy probléma. Igen, az émiseknél nincs védőoltás gyerekeknek? Nincs, egyáltalán nincs. Tehát ők nincsenek oltva, az émis gyerekek, és sokkal egészségesebbek ma. Átlagos... Nézőknek mondom, hogy azok régi holland kivándorlók, ha jól emlékszem, én éltem, Pittsburgh környékén élnek, tehát meglátogattunk, és két napot eltöltöttünk az émisek között. Lovas kocsival járnak, villanymotort nem használnak, igen. De pneumatikus szerkezetek azok megengedettek. Iskolában nem sokan járnak, és mindig a legidősebb, legokosabb kislány tanítja az általános iskolába írni, olvasni a többieket, de hát nem sok könyvet koptatnak otthon, tévét nem néznek. Így van, tévét nem néznek. Ők egy darabig nem is tudták, hogy van a SARS-CoV, hogy a COVID igen. volt, mert ők semmit nem éreztek az egészből, és hogy nem jutott el hozzájuk a hír. Mindenki csodálkozott, hogy az ámisok, hogy nem covidosak. Igen, mert nem olvastak róla. Így van. Ja. Most Abraham Flexner létrehozta ugye ezt a nagy jelentését, ami alapján utána kb. 10 éves periódus alatt megtörtént az amerikai orvos képzésnek a teljes átalakítása. Tehát lényegében az történt, hogy ugye Rockefeller eleve észrevette azt, hogy túl sok az orvos. Tehát sokkal kevesebb orvosra van szükség, mert ugye akkor tudunk árat emelni, ha hiány van valamilyen termékből, igen. vagy szolgáltatásból. Tehát jelentősen visszavágtak az orvosképzésen azokat az orvosegyetemeket, akik nem akarták ezt az allopátiás, az új modellt, az allopátiás medicinát elfogadni, azokat kormányrendelettel bezáratták, és innen indult útjára az allopátiás medicina, ami nem más, mint tüneti kezelés, tehát a betegség szimptomáinak a menedzselése. Tehát onnantól kezdve nem gyógyítunk, hanem kezelünk. És ez számomra egy nagyon nagy csoda, hogy egyáltalán hogy tudták ezt elfogadtatni a társadalommal, hogy tulajdonképpen ez egy visszalépés, akárhogy is vesszük, mert nem a betegség okait próbáljuk felderíteni, és azt megoldani, és azáltal megoldani a betegséget, hanem elnyomni a betegség által létrehozott tüneteket. Attól az alapproblémák nem oldódnak meg. De a minden esetre a Rockefellernek és Carnegie-nek ugye óriási média befolyása volt, és óriási összegeket tudott PR-ra befektetni azért, hogy ugye meggyőzzék az embereket, hogy ez a modern új világ, és hogy ezzel kell menni. De egyébként, ha az utcán leszólítanánk 100 embert, és megkérdeznénk tőle, hogy mi az allopátiás medicina, szerintem 99 nem tudná ebből. Így van. Mert ez... Ma is senki szinten nem tudja, hogy ma ugye nincs kírva a rendelőre, hogy itt nem gyógyítunk, hanem kezelünk, hanem senki nem tudja, hogy amikor elmegy az orvoshoz, hogy gyógyulást keresve, hogy nem biztos, hogy azt fogja kapni. Úgyhogy ennek az eredményeképpen, tehát a Flexner jelentés
implementációjának az eredményeképpen, ugye több orvosi egyetemet bezártak, kizárták az összes naturoterápiát a medicinából, megmaradt a sebészet, a sugárterápiák és a szintetikus gyógyszeriparral való kezelés. Ez maradt meg, összes többi törvény, szó szerint törvényen kívül lett helyezve. Most ugye a monopolizálható szintetikus gyógyszerekre, ugye ott van a patentvédelem, ami 20 éven keresztül a monopóliumot biztosít a gyártójának, akik tulajdonképpen szintén a Rockefeller birodalomhoz tartoznak, illetve az egész mögött álló a globális bankrendszernek a tulajdonába van. Hát lényegében vertikálisan integrált rendszer a csúcson egy közös tulajdonosi struktúrával. Most ugye mi volt ennek a következménye? Tehát ma a medicina tulajdonképpen csak patológiák felderítésével foglalkozik, és a tünetek megszüntetésével, és ez az egész. Tehát ahogy előbb mondtam, a betegség le lett redukálva egy teljesen mechanisztikus, materialista nézőpontra, a holisztikus tényezőknek a kizárásával, és a táplálkozás, ami egy alapvető életfunkciónk, és egy alapvető egészségfaktor, ez szintén törvényileg ki lett iktatva a medicinából, és kb. 100 évnyi a propaganda vagy PR munka eredményeképpen, ha bárkit megkérdezel, hogy lehet-e a táplálkozásnak bármi szerepe a betegségekben vagy egészségekben, valószínűleg azt mondja, hogy kizárt dolog. Hát ugye a túlsúlynál szokták megemlíteni, hogy nem jó a diéta. Igen, igen, pontosan. Ja. Igen, nagyjából ekkor szokott az egész egyértelmű lenni. Most tulajdonképpen azáltal, most arról fogok beszélni a későbbiekben, hogy a táplálkozásnak mi a szerepe az egészség fenntartásában, mert ezt tökéletesen kikutattuk az elmúlt 40 évben, rengeteg cikk van erre vonatkozólag, de mégis ezek az ismeretek egyáltalán nem szívódtak be a medicinába, sem a köztudatba. Hát ugye a női lapok azért előszeretettel közölnek receptet, meg mindenféle magazinok vannak, ahol a táplálkozásnak a fontosságát eléggé jól körülírják, de ilyen háziasszony szinten. Igen. De ennek megvan a tudománya, és ez molekuláris szinten ismert. Tehát ezt a tudást kellene elterjeszteni, és ebből szeretnék valamennyit átadni ma. Mert ha az ember alul táplált, és régen egyébként a betegségek még a 100 évvel ezelőtt, a betegségek, különböző fertőző betegségek nagy része mögött alultápláltság állt. Egyszerűen nem volt elég és megfelelő mennyiségű ennivalója az embereknek. Még Európában is éheztek emberek. Igen, nem tudjuk, de a skandináv országok nagyon szegények voltak 100 évvel ezelőtt. Igen. Egy-egy kemény tél az tömeges éhhalált jelentett, például Svédországban, vagy Finnországban, akkor még nem is volt Finnország. Igen. Mondjuk Oroszország része volt. Igen. Most a sajnálatos helyzet pillanatnyilag, hogy az utolsó 50 évben, Amerikában már legalább 70-80 éve a mezőgazdasági termelést is teljesen átalakították az ipari szempontok alapján. Tehát egy ipari tömegtermelés alakult ki, ami erősen vegyszerezett, és a feldolgozóipar szintén ront az élelmiszerek minőségén,
És ebből kifolyólag most már az a helyzet alakult ki, hogy noha élelmiszer bőség van, tehát most már nincs élelmiszer hiány, de a tápanyag tartalma az élelmiszereinknek viszont jelentősen zuhant. Igen. Hát a közben egy nagy forradalom, a gépesítés segített ebben annyiban, hogy 100 évvel ezelőtt az embereknek több mint a fele dolgozott a földeken, tehát kőkemény munkával, hiába volt ló, meg ökör, meg kezdetleges gőzgépek, az embereknek a fele legalább ott dolgozott a földeken, és a gépesítés, meg a kemikáliák bevezetése lehetővé tette, hogy ma már a fejlettebb országokban az embereknek 5%-a állítja elő az összes többinek az élelmiszerét. Igen, igen. És darabra, kilóra sok is van a polcokon. Igen, igen, pontosan. Csak sajnos a beltartalommal van a probléma. Most hogyan kapcsolódik ez a fertőző betegségek témájához? Mert lényegében ezen szeretnék most egy kicsit eszmefuttatni. Tehát Péter, most csak bele tudunk kezdeni, mert már csak 4 percünk maradt. Jó, kezdjünk, akkor kezdjünk bele. De kezdjünk bele. Kezdjünk bele, jó. Tehát a lényegében a fertőző betegségekről azt tanítja nekünk a medicina, hogy ugye van a fertőző ágens, van egy közvetítő közeg, amin keresztül a fertőző ágens eljut egy alkalmas gazda szervezethez, és ott elkezdi a romboló munkáját. Ugye megbetegíti a betegeket. És ugye ez azt sugallja, hogy ezek a fertőző betegségek kívülről jönnek. Már most, ha megnézzük azt, hogy az egész természete valójában egy hatalmas mikróba leves. Tehát eszméletlen mennyiségű mikróba vesz körül bennünket, meg nagy részét nem is ismerjük. Igen, a talajban, de még igen, a levegőben is. Így van, pontosan. És bennünk is rengeteg mikroorganizmus él, 10-szer annyi mikroorganizmus él bennünk, mint emberi sejt. Tehát ez egy eszméletlen mennyiség. És ráadásul azt is tudjuk, hogy az úgynevezett fertőző mikroorganizmusok azok jelen vannak az egészséges emberekben is. Ami nem, hogy a fertőző, a kokféle fertőzés elmélet alapján nem lenne szabad, hogy bekövetkezzen. Tehát lényegében baktériumok, vírusok, gombák élnek minden szövetünkbe. Hogy körülbelül 100 trilliónyi baktérium él csak az emberi szervezetben, 144 ezer vírusfaj van csak az emésztő csatornában. 200 féle fertőző vírus él bennünk folyamatosan. Most, ha 200 mellé most mit számít egy 201-edik? Ugye például a SARS-CoV-2. Igazán semmit nem számít. Tehát olyan mértékű vírus terhelés van az ember szervezeten, hogy 8%-a a genómnak az vírus szekvenciákból áll. Ugye a 170 évvel ezelőtt körülbelül Louis Pasteur kidolgozta a fertőzés elméletet. Ugyan is vizsgált betegségeket, ő alapította meg a mikrobiológiát, és azt találta, hogy bizonyos fertőző betegségekben meghatározott kórokozó mikroorganizmusok vannak jelen. És ő ugye meghozta ezt a meglátását, hogy akkor rendben van, akkor egyenes okozati összefüggés van a fertőzés, tehát maga a betegség és az ott lévő mikroorganizmus között. De erre minden néző azt mondja, hogy hát persze, mert ha, mit tudom én, ilyen-olyan tüdőgyulladásom van, akkor az antibiotikum segít rajtam például. Igen, pontosan. Na de majd mindjárt beszélni fogok erről, hogy tulajdonképpen nem ez lenne az út, hogy antibiotikumot fogyasszunk. A szervezetnek megvan a szabályozó mechanizmusa, hogy hogyan szupresszálja a nem kívánatos bakteriális proliferációt. Tehát a szupresszálja, elnyomja. Elnyomja. Csak fordítgatom. Elnézést, igen. Péter, már 1 percünk sem maradt, úgyhogy
Most csak összefoglalnám a nézőknek, hogy következő adásban, mert megígérjük, hogy ezt a témát itt most nem vágjuk el, mert butaság lenne, tehát folytatjuk ezt a témát Péterrel. Péter ki fogja bontani, hogy ebben a más típusú okok-okozati összefüggést felhasználó medicínába hogy kellene élnünk és táplálkoznunk. Péter, 10 másodpercünk maradt, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor innen, és itt fogjuk folytatni, megígérjük a nézőknek, kövessenek minket jövő héten is, nézzenek meg minket, mert éppen csak, hogy föl tudtuk vezetni ezt a témát. Köszönöm a meghívást. Mi pedig elbúcsúzzunk, viszontlátásra.